Ebben az esztendőben köszöntötte volna negyedszázados jubileumát az Alba Régia Táncegyüttes Királyi Napok rendezvény sorozata. A koronavírus járvány miatt a hagyományos zicsiligeti össznépi táncos kavalkád elmaradt ugyan, de a Malom utcai táncházban így is megmutathatták tudásukat és elkötelezettségüket a népi kultúra kiváló képviselői. Megpróbálunk most mindent behozni, amit a tavasz során nem sikerült megvalósítanunk. Egyrészt vannak pályázati kötelezettségek, másrészt pedig a szívünk és a lelkünket beletettük volna ebbe a 25 éves jubileumra, ami most csak egy piciben a táncház falain belül fog megvalósulni. De azt gondolom, hogy jövőre, hogyha minden jól alakul és nem lesz járványhelyzet, akkor a Székesfehérvár nagy közönség előtt is tudunk a nagy színpadon ünnepelni. Majoros Róbert az együttes művészeti vezetője és az együttes tagjai hosszú hónapok után táncolhattak először közönség előtt, akik olyan a hagyományérzők címet viselő koreográfiákban gyönyörködhettek, amelyek méltán helyezik a veretes magyar néptánc élvonalába az albásokat. Az Alba Régia felnőtt táncegyüttes lesz a műsornak a gerince, ő rajtuk kívül a senior csoport és az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja is egy-egy számmal képviseli magát, tehát ismét azért a generációkat is bemutatjuk. Különböző tájegységekről, a Kis-Magyarország területétől elkezdve Erdélyen keresztül egy nagyon, szerintem egy változatos színes műsort sikerült összeállítanunk. Úgyhogy ez egy közel 70 perces, egyfél idős produkció. A következő napokban a közönség Határon innen címmel a Devecseri Fláre Beás zenekar, a Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes, az Alba Régia Táncegyüttes Senior csoportja műsorával találkozhat. A további programokban pedig a 2019-es Fölszállott a páva gyermekévadának szereplői lépnek fel a Malom utcában.